Pici drága egyetlen kicsi fiacskám ma kezdte meg a rutint autón, és megyünk érte. Kicsi lányomnak menne vezetés, gyakorolta egy magánterületen. Például a kemping területén nem érvényes a kressz. Ez egész úgy derült ki, egy ismerős meghúzott egy autót, autóval persze. Másnap csak közölte velük, hogy ez bizony ő volt. Ez egy 2 hónapos autó volt, taxis, rendszámmal, taxis is, taxis, ezt jól megmondtam. Hát ez rögtön rendőrt hívott. Na most a rendőrség kijött, fölvette természetesen a vallomásokat, jegyzőkönyvet. Hát ezen kívül semmi nem történt, ugyanis közölte, hogy ez egy belső használatú jegyzőkönyv, hogy amennyiben polgári feles útra kerül az ügy, kiadják ezt a jegyzőkönyvet a bíróságnak. Nem értettük a dolgot, a rendőr elmagyarázta, hogy kemping területe, magánterület, és mint ilyen, ott nem érvényes a kressz. A rendőr fogalmazott így, 6 éves gyermek is részegen is vezethet. A lényeg, hogy magánterületen lehet vezetgetni, és ha valaki éppen meg szeretné tanítani a hozzátartozóját, akkor ezt megteheti a megfelelő helyen. Kíváncsi vagyok, kinek mi a véleménye, hogy kommenteljetek a videó alá. Vajon merre lehet a pici fiam? Csak itt van valamerre.